Sajnos nem az lett benne, amit mi szerettünk volna. Hát egy kicsit nehéz volt számunkra, de megírtuk. Így összegezte az egyik dózsás tanuló a magyar nyelv és irodalomból írt érettségi vizsgáját hétfő délelőtt. Akkor kezdődött el ugyanis az első megmérettetése a végzősöknek. A vizsga első részében Moravcsik Gyula a Papiruszok világából című könyvének egy részét kellett értelmezni, mely az ókori szövegekről szólt. A szövegalkotási részben az érvelésnél Csóri Sándor Nomád naplójából kaptak egy szövegrészletet a diákok, de emellett választhatták Tamási Áron, Vörös Marti Mihály, illetve I.S. Gyula alkotásának összehasonlító elemzését. A szakemberek véleménye szerint a mostani magyar érettségi feladatsor nem tűnt túl nehéznek, és a tanulók többsége elegendőnek találta a rendelkezésre álló időt. Nagyon reménykedem benne, hogy jól sikerült, hát egy 4-es jó lenne. Kedden viszont már szükség volt a számológépre és a függvénytáblázatra, hiszen matematikával folytatódott a vizsga. A Szent István gimnáziumban több teremben írták az érettségit. 12 feladatot kaptak a diákok az első részben, ezekre 2-2 pontot lehetett szerezni. A feladatlap egy halmazelmélettel kezdte, de volt benne mértékegységátváltás is, illetve egy szöveges gráfos feladat nehezítette a dolgukat. Ezen kívül viszont meg kellett oldaniuk többek között egyszerű egyenleteket, logikai feladatokat és ezen alapuló igaz-hamis állításokat. Szerdán történelemből kellett számot adni a tudásukról, és csak ezután jönnek majd a nyelvi írásbelik.